Álmodott, dolgozott érte, és most már a megvalósítás küszöbén áll. Nyers Szabina utasszállító repülőgéppilóta lesz, legalábbis már nagyon közel van hozzá. Az év elején nyertem felvételt egy pilótaképző akadémiába, és hál' Istennek ezt a lehetőséget kihasználva most fogok Görögországba költözni és elkezdeni ezt a pilótaképzést. Nekem utasként több mint 417 óra repült órám van. Igazság szerint nagyon régóta érdekelt maga a repülés is. Azt gondolom, hogy ez magából az utazás szenvedélyéből alakult át. Volt egy olyan lehetőség is, hogy gyakorlatilag utaztunk szinte minden hétvégén más okokból kifolyólag, tehát turista célból, és ebből alakult át az érdeklődés, hogy most vajon mi történik, ez miért így, miért úgy, mik ezek a hangok, mi zajlik ilyenkor a pilóta fülkében. Elkezdtem nyilván erről cikkeket olvasni, videókat nézni, különböző szakmai lapokat vásároltam, illetve olvastam. És hát szerintem egy kb. 10 éve ez a célom, hogy elérjem ezt az álmomat. A képzés nagyon költséges, mindennel együtt körülbelül 100 000 euróba kerül majd. Gyakorlatilag egy légitársaság által támogatott programról van szó. Körülbelül a program 85%-át támogatja a légitársaság, és a fennmaradó részt kell önköltségből kifizetni. Egészen pontosan ez számomra 13.950 eurót jelent, és a hátralévő részét fizeti a légitársaság. Természetesen ehhez komoly követelményeket is támasztanak, tehát az iskola keretein belül megvannak az elvárások, hogy mik azok, amiket ők elvárnak, és azokat a szinteket természetesen meg kell ütni és el kell érni. Maga a felvételi azt gondolom, hogy egy eléggé összefogott, összeszedett és elég komoly felvételi volt, hál' Istennek, de természetesen ez elvárható, azt gondolom, egy ilyen szakmában. Itt mindenre kell egyébként gondolni, tehát tényleg a matektól a fizikáig, az egész felvételi angolul zajlik, a memórián át, a térbeli látásig, tényleg a csoportfeladat, a HR interjú, személyes HR interjú, tehát ez egy kőkemény, több lépcsős folyamat, és akkor nyilván a végén eldöntik, hogy kik azok a szerencsés jelöltek, akik bekerülnek ebbe a programba. Szabina felvételiző csoportjából ő volt az egyetlen, akit tovább engedtek, de összesen 21-en kezdik el a 2 éves képzést. Mivel ez egy olyan program, amit abszolút nulla tapasztalattal el lehet kezdeni, ezért nyilván az újonc vagy a kezdő tapasztalatlan pilótákat nem fogják engedni repülni például rossz időjárási körülmények között. Tehát minden attól függ, hogy hogyan tudnak a repülési gyakorlatok tulajdonképpen zajlani. És ezt követően gyakorlatilag ők kiraknak egy bázisra, ahonnan el kell kezdeni dolgozni, mert természetesen az, hogy ők ezt támogatják, ezzel egy olyan munkalehetőséget is biztosítanak a program végén, amivel gyakorlatilag le is kötnek egy időre, hogy náluk kell ugye dolgozni egy bizonyos ideig, viszont a munkalehetőség is biztosított. És az, hogy milyen bázist kapok, a légitársaságnak Európa szerte több mint 40 bázisa van egyébként, tehát ez lehet Romániától elkezdve, Lengyelország, Magyarország, tehát tényleg rengeteg helyen van bázisuk, úgyhogy mikor jövök haza, szeretnék, de sajnos ezt nem tudom megmondani. És hogy mit szeret a repülésben? Mindent, magát az érzést, kimenni a repülőtérre, szerintem annak is van egy nagyon érdekes feelingje, hogy így fogalmazzak, átmenni ezeken a biztonsági ellenőrzésen. Én nagyon szeretem a kerozinnak az illatát, a felszállást, mindent, a fordulást. Nyilván az ember, amikor már érdeklődik a téma iránt, akkor úgy sejtegeti, hogy mikor, mi történik, most mi zajlik éppen. Úgyhogy igazából mindent. Ezt szenvedélyből kell szerintem csinálni, tehát az pedig abszolút megvan. Én akkor leszek
elégedett, hogyha majd én vihetem a családomat nyaralni. Tehát jelenleg ebben a fázisban nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, ez egy fantasztikus lehetőség, de tudom és érzem azt, hogy egy nagyon hosszú és egy elég kemény út áll még előttem. Tehát ezzel tökéletesen tisztában vagyok, hogy ez nem lesz egyszerű. De azt gondolom, hogy igen, akkor úgy elérem azt az elégedettségi szintet és boldogságot, hogy úgy érzem, hogy nem. Tehát azt csinálom, amit szeretnék.